Ez az utca Dombóváron, ahol hamarosan csatornát újítanak fel. Nem kell már sokat várni a megvalósításra, ugyanis a budapesti Svitelszki Magyarország Kft. Képviseletében Hegyi Zoltán ügyvezető igazgató és Vajda Kálmán főmérnök aláírta a csapadékvíz elvezetését tartalmazó szerződést Pintér Szilárd Dombóvár polgármesterével. Ennek értelmében két héten belül elindulhat a munka a főutcában. A kivitelezési munkák azok általában olyan tevékenységet, amit az utcaembere és aki erre jár, az nagyon nem szeret. Viszont hozzá kell tenni, hogy minden épülés úgy kezdődik, hogy egyszer egy kis rombolás van benne, és utána épülés. Ez így dióhéjban. Amúgy a kivitelezési munkák az ebben az egész folyamatban számunkra ez csak egy közbenső lépcsőfok, és a legfontosabb lépcsőfok. Az egész egy közbeszerzési eljárás keretén indult. Itt megmérettetünk magunkat, rendje módja szerint ajánlatot adtunk, kérdések, válaszok. Után eljutottunk ma ez a nemes pillanathoz, hogy aláírtuk a kivitelezési szerződést. A kivitelezés egyelőre meghatározott ütemterv szerint folyik. Erre mi összeállítottuk már a koncepciónkat, természetesen ami adhok közben jön, esetleg olyan közművek, amiket minden alkalom, amikor föld alatt dolgozunk, ezek nehezítik a munkánkat, de úgy tervezzük, hogy a szerződésben megkötött határidőre a munkát rendje módja szerint elvégezzük. A beruházást idén novemberig be kell fejezni, mondta Pintér Szilárd polgármester. A dombóvári városvezető hozzátette, hogy amikor a Tolna vármegyei önkormányzat megnyitotta a toppos felületet, azonnal megragadták az alkalmat és pályáztak. A Fő utca két ütemére, illetve az Adi utca egy ütemére tudtunk pályázni. Ez több mint 1 milliárdos beruházás a város életébe, amire azt gondolom, hogy példanélküli, hiszen ekkora léptékű infrastruktúrális beruházás már nagyon, nagyon régen volt Dombováron. Most pillanatnyilag a főutca teljes szakaszáról beszélünk, ahol meg fog újulni a csapadékvízelvezető rendszer, a parkolók, a járdák, az autóbejárók, és azt gondolom, hogy a legnagyobb kihívást tesz ebben a munkában, annak a ma még védett fasornak, a 100 éves gesztenyesornak a kivágása, illetve aztán annak a pótlása. Nyilván ezek a fák már eddig is nagyon sok kellemetlenséget okoztak az ott lakóknak, illetve folyamatosan munkát is adtak, de azt gondolom, hogy az ember életnél nincs fontosabb, és tudomásul kell vennünk, hogy ezek megélték már, túlérték az életkorukat, hiszen 88-ban született egy tanácsi határozat, hogy ki kell vágni őket és újakat ültetni, de hát nyilván ezeknek a fáknak a pótlása azt gondolom olyan horribilis összeg volt, hogy eddig egyszer sem állt a város rendelkezésére, most eljött a pillanat, hogy meg tudtuk ugorni ezt is. Remélem, hogy a beruházás gyorsan, zökkenőmentesen fog megtörténni. Nyilván azt is tudom, hogy minden infrastruktúrális beruházás az ott lakóknak kellemetlenséget okoz. Ebben nyilván kérjük mindenkinek a megértését. Azt gondolom, hogy érdemes megvárni, hogy elkészüljön a munka, és egy olyan felújított szakaszban töltedik a mindennapjaikat, és egy olyan gyönyörű zöld ligetbe, amelyet egy pécsi tájépítés csapat tervezett meg, illetve álmodott meg, és remélem, hogy az Adi utca tekintetében is hamarosan sor költ egy ilyen aláírásra, hiszen azt a beruházást is, mint ahogy említettem, már november 30-áig be kell fejezni. A beruházás keretében többek között a csapadékvíz elvezető rendszerhez kapcsolódóan 230 új áteresz és kapubejáró készül, továbbá 5032 négyzetméter járda újul meg, és 3600 folyóméter burkolt vízelvezető áró készül el.